Sziasztok! Szia! Ezt a videót, aki az elején abba hagyja, hogy hát jó, állatokról van szó, kit érdekel, elárulom, és a végére ki fog derülni, hogy nem állatokról van szó, illetve nem az a lényeg. Aki végighallgatja ezt a videót, és ténylegesen elgondolkodik rajta, az átértékeli a világról, a világ működéséről eddig alkotott elképzelését. Az állatok képesek megérezni, ha gazdájuk bajban van, vagy veszély leselkedik rá. Az egyik legkülönösebb és világszerte ismert példa erre Lord Herbert Kernan-Foné. Ez a régész 1922-ben először lépte át Tutenhamon sírjának küszöbét. A felfedezés után 4 hónappal állítólag a fáraó átkaként utolérte a vég. Már az is különös volt, hogy halála pillanatában egész Kairó váratlanul és máig megmagyarázhatatlanul teljes sötétségbe borult. Ennél már csak az volt meghökkentőbb, hogy ugyanebben az időben az 5000 kilométerre lévő Highclere-ben kutyája felvonított, majd az ablakon kiugorva halálra zúzta magát. Azt csak én teszem hozzá, hogy tehát utána ment a gazdájának. Ugyanúgy elhagyta a fizikai dimenziót, ahogy a gazdája. Ami engem nagyon érdekel, hogy hogy lehetett ez, hogy egész Kairó sötétségbe, teljes sötétségbe borult ebben a pillanatban. Megjegyzem, hogy eszméletlen sok ilyen, úgymond megmagyarázhatatlan eset történt. Nem csak az elmúlt több ezer évben, hanem az elmúlt 100 évben, sőt napjainkban is. Ezek állandóan történnek, de szándékosan nem ezekről beszélnek a médiában és a sajtóban. Tehát ha valaki csupán a YouTube-on dokumentumfilmeket, ilyen dokumentumfilmeket néz, amiben olyan dolgokról beszélnek, amiről a közmédiában és közsajtóban soha, akkor olyan eszméletlen sok és tudományos információhoz jut, hogy, és én ezt tapasztaltam, hogy egyszerűen mész az utcán, találkozol ismerősökkel, találkozol rokonokkal, a munkahelyen munkatársakkal, az iskolában diáktársakkal, és nincs miről velük beszélni, mert ők mondják az eszméletlen, apró és jelentéktelen történéseket, történetekről beszélnek, míg te tudod, hogy 100-szor akkora megdöbbentő dolgok történnek nap mint nap, amiről csak azok értesülnek, akiket érdekel és rákeresnek az interneten, vagy könyvtárban, vagy akár velük történik meg, és elmerik mondani az ismerőseiknek, rokonaiknak. Még én sem mertem elmondani annak idején, 9 évvel ezelőtt, ami velem történt, mert tudtam, hogy nem hinné el senki, mert én se hinném el, ha más mesélné. Mert addig teljesen biztos voltam benne, hogy ez lehetetlen. És aztán meg megtörtént velem. Na de visszatérve erre a nagyon hosszú cikkre,
Ja, még annyi, hogy ugye vannak, akik azt mondják, hogy jaj, persze mindenre van magyarázat, csak véletlen egybeesések, mit tudom én mi. Igen, mindenre van magyarázat, mégpedig azért, mert amit ugye csodának tartunk, egyszer valaki azt mondta, hogy a csodák nem a természetnek mondanak ellent, hanem annak, amit a természetről tudunk. És itt van a kutya elásva, ugyanis az elmúlt 100 évben lévő tudományos felfedezéseknek a nagy részét, 90-valahány százalékát nem hozták nyilvánosságra. Még egyszer mondom, amit a földi emberiség köztudatában van, és a közoktatásban is van, és a közmédiában van, az legalább 100 évvel ezelőtti tudományos felfedezések. És eszméletlen sok minden derült ki az elmúlt 100 évben, a Földről, az emberről, a világról, stb. 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 A földi emberi tudósok számára, és ezeket nem hozhatták nyilvánosságra. Mert bármikor, ha valaki ilyet megpróbált, azonnal elvesztette az állását, a szponzorát, stb. És akkor gondolkodhatott azon, hogy nem csak, hogy miből fogja folytatni a kutatásait, hanem miből fog kenyeret venni. Miért és kinek áll érdekében, hogy butaságban, tudatlanságban tartsa a földi emberiséget? Hát erre nagyon egyszerű a válasz, a tudás, hatalom. Ha te tudsz valamit, és a másik ember nem tudja, akkor te előnyöket élvezel. Ezt már több ezer éve felfedezték, és csak egy példát, de rengeteg példát mondhatnék. Egy példa rá, hogy a papok, ugye akkor, akik akkoriban tudást birtokolták, valódi tudást, akkor még nem volt így ketté választva, hogy vallás és tudomány, hanem egy volt, hiszen az igazság az egy, és csak a mi elménk tördeli szét a világot mindenféle tudományokra, hogy ez biológia, ez kémia, stb. 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 De akik mertek határtudományokkal foglalkozni, mondjuk biokémiával, elsőként hatalmas felfedezéseket tettek, mivel átléptek bizonyos határvonalakat. Nem mondták azt, hogy ja, ez csak a biológiához tartozik, az meg csak a kémiához, hanem mertek az egészben gondolkodni. Na, de visszatérve, tehát a vallás és a tudomány az nem volt szétválasztva, ez egy tudatos szétválasztás, egy széttörés, egy szándékos széttörése a világnak, úgymond, meg még rengeteg ilyen szándékos széttörés van, például ilyenek az egymással látszólag ellentétben álló pártok, hogy ezzel is megosszák az emberiséget, megosszanak egy népet, ellentétbe állítsák egymással, barátokat, rokonokat, stb. Mert minél inkább széttagoltabb a társadalom, annál könnyebb irányítani. Annál inkább nem fognak össze egy elnyomó és egy hazug hatalommal szemben. De visszatérve, tehát az ókorban volt egy ilyen eset, hogy a nép már elkezdett lázadozni a hatalom ellen, a vezetőség ellen, aminek ugye jó részét a papság, az akkori papság alkotta. És hát ők, a papság tudta, hogy egy napfogyatkozás közeledik, és hát elkezdték mondani a népnek, hogy jó van, lázadozzatok csak, az Isten majd megharagszik rátok, ugye, akivel mi a papság tartjuk a kapcsolatot, és majd megbüntet titeket.
És amikor eljött a napfogyatkozás napja, akkor mondták a népnek szintén ezt, hogy hú, majd megbüntettiteket az Isten. És amikor megtörtént a napfogyatkozás, akkor mondták a népnek, hogy na látjátok, eltakarta előletek a napot, mert nem engedelmeskedtetek neki, illetve nekünk pontosabban. És akkor ugye a nép nagyon beszart, leborultak minden, ugye. És akkor a papság ugye szintén osztotta nekik az észt, hogy na, akkor gyertek vissza hozzánk, imádkozzatok, tötre, csináljátok azt, amit mi mondunk, mert mi az Isten földi helytartói vagyunk. És akkor, stb. És akkor leborultak az emberek, stb. És akkor visszajött ugye a nap, ugye elment, tovább ment a hold, amelyik eltakarja a napot. Na, ez egy nagyon jó példa arra, hogy a tudás az hatalom. És hogyha tudsz valamit, akkor úgy használod fel különböző módokon, ahogy akarod. Hát ők például így használták fel a tudásukat. De ehhez az kell, hogy a másik ne tudja. Tehát butaságba kell tartani a földi emberiséget, amit két módon tettek és tesznek most aztán ezerrel. Az egyik, hogy eszméletlen sok jelentéktelen és haszontalan információval árasztják el az emberiséget. Tehát lásd, nézd meg, hogy mennyi szappanopera van, mennyi valóságshow, mennyi ilyen talk show, ilyen beszélgető, mennyi ilyen kvíz műsor, tehát ilyen, hogy mondják ezt magyarul. Az a lényeg, hogy 10 évvel ezelőtt negyed ennyi nem volt. És nem igaz, hogy erre van igény. Az, aki ugye fáradt, meg mit tudom én, leül a tévé elé, azt nézi, ami abban van, tök mindegy mi. De azért nem mondjuk ismeretterjesztő sorozatokat, meg dokumentumfilmeket adnak le, mint például 10-20 évvel ezelőtt, hát én imádtam azokat nézni, vagy 30 évvel ezelőtt, és rengeteg volt. És a normál magyar csatornán, tehát nem ilyen Spektrum, meg mit tudom én, mi Discovery Channel, hanem a normál M1, M2-n ilyenek mentek. Most ilyen nincsen, most a szappanoperák mennek. Ez az egyik. A másik módszer az, hogy kifejezetten az igazságnak pont az ellentétét adják le. És hát ez megy a közoktatásban. Na, ezt most nem fejteném ki, mert van erről sok dokumentumfilm. Például nagyon jó dokumentumfilm sorozat, az Ősi Idegenek című dokumentumfilm sorozat. Na, de csak hogy még egy példát említsek, bár ez nem a tudás eltitkolása, hanem bár hasonló dolog, ez a figyelem elterelése és a félelemkeltés. Ezek is nagyon erős módszerek arra, hogy az emberiséget irányítható tömeggé tegyék. Tehát figyelemelterelés és félelemkeltés. El kell ismernem, hogy eszméletlen, okos módja volt ennek szeptember 11-i idézőjelbe terror támadás, aminek közesen volt a terrortámadáshoz. Ezt a CIA készítette elő, és ez egyszerűen bűnbaknak, vagy esetleg egy pici közreműködőnek használtak bizonyos iszlám fanatikusokat, de még azt is el tudom képzelni, hogy még arról sem volt szó. Tehát ez is csak egy ráhúzott lepel. Másfél órás dokumentumfilm szól erről, ahol elmondják mérnökök, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy attól a repülőgéptől összeomoljon egy ilyen felhőkarcoló. És ők azért csak értenek, csak jobban értenek hozzá, mint mondjuk te vagy én. Stb. Nem mennék bele. Lényeg az, hogy ott egyszerűen minden egyes emeleten belefúrtak
és robbanó szerkezetet helyeztek el a tartó pillérekbe, és vannak olyan cégek, amik kifejezetten felhőkarcolók lerobbantásával foglalkoznak legálisan. Tehát ez egy külön tudomány, vagy hogy mondjam, nagyon nagy szakértelmet igényel, és pontosan úgy zajlott ez le. Tehát ezt valaki megnyomott egy gombot, és akkor dőlt össze, akkor robbant fel egymás után minden egyes szinten a tartó pillérek, és úgy zuhant saját magába zuhantak saját magukba ezek a ikertornyok. Ezt sem fejteném ki bővebben, mert találsz róla információt. Lényeg az, hogy elkezdett földi emberiség érdeklődni az igazság iránt mindennel kapcsolatban, tehát a földön kívüliek, a tudományok eltitkolt dolgai, a NASA eltitkolt dolgai, a CIA piszkos ügyei, stb. Az emberi történelem, hazug történelem helyett mi az igazság, stb. Mi az igazság az orvostudományban, a biológiában, stb. Az a lényeg, hogy mindennek pont az ellenkezője, mint ahogy azt a közoktatásban és a közmédiában leadják. És ezért kellett egy olyan dolog, ami eltereli erről a figyelmet, és hát a félelemkeltés az mindig egy nagyon jó módszer volt arra, hogy irányítható embertömeget hozzanak létre. És ezért történt meg a szeptember 11-i idézőjelbe terror támadás. Mindenkinek arra szegeződött a figyelme, mindenki elkezdett rettegni, stb. Stb. Na, de visszatérve, tehát akkor erre a cikkre, amiben állatoknak idézőjelben különleges képességeiről van szó. Amikor arról hallottok, hogy különleges képességű állatok, különleges képességű emberek, itt egyszerűen arról van szó, hogy az 1900-as évek elején még mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy nagyon sok ember, mondjuk minden ezredik embernek vannak ilyen-olyan képességei, ami másoknak nincsen. És ezt nem vették úgy, hogy attól az illetőtől félni kell, az valami boszorkány, az valami istenség, vagy mit tudom én kicsoda. Egyszerűen ő képes valamire, amire más nem. Ugyanúgy, ahogy egy olimpiai futó képes arra, amire te nem, meg én sem. Érted? Kétszer olyan gyorsan fut, mint mi. Azért az nem semmi. Na, ugyanígy van, aki vannak sokan, akik tudnak úgymond idézőjelben gondolatukkal tárgyakat mozgatni, lebegtetni, megváltoztatni az alakjukat, megváltoztatni az anyagukat, tudják a testüket lebegtetni, tudnak teleportálni, tehát egyik helyről ott teremni egy másik helyen, tudják érzékelni másoknak a gondolatait, érzelmeit, akár múltjukat, akár jövőjüket, bár a jövőnél meg kell jegyeznem, hogy több van. Tehát akik Jóshoz mennek, meg vagy akár a saját jövőjükben néznek bele, és igaz módon azok mindig látják, hogy több van belőle. Tehát nem egy. Ez nagyon-nagyon fontos. Vannak bizonyos nagy kereszteződések, vagy hogy mondjam, az életünkben, amikor teljesen más irányt vehet az életünk, attól függően, hogy hogyan döntünk. Na, most már tényleg visszatérve erre a cikkre. Ahova a kutya leheveredik, ott az ember számára pozitív energiák
földsugárzások vannak, ez is tudományosan bizonyított tény. Hihetetlenül jól érzékelik a terek elektromos telítettségét. Több mint 500 esetben tudományosan, bizonyítottan és dokumentáltan az állatok 5 érzékszerven túli érzékelése volt megfigyelhető. A legtöbb állattartó tudna arról mesélni, hogy kedvence a legváratlanabb pillanatban is előre jelzi hazaérkezését. Képesek megérezni, ha gazdájuk bajban van, vagy még csak veszély leselkedik rá. Máig nincs magyarázata annak, hogy a háziállatok miért tudnak belepusztulni a gyászba. Ahogy arra sem, hogy képesek természeti katasztrófákat előrejelezni. És most én megjegyzem, hogy nem arról van szó, hogy a földrengésnek az eszméletlen picike előrezgéseit érzik a talpukban. Ezt nem tudom, hogy egyáltalán lehetséges lenne-e, hogy bármilyen állat érzékelje, de most ebben az esetben nem földrengésről, hanem bomba támadásról, bombázásról, illetve időzített bomba felrobbanásának előrejelzéséről van szó. A II. Világháború idején a világ számos pontján figyelték meg az állatok viselkedésében bekövetkező változásokat, mint a bombázások előjeleit. Ha a hátukon felállt a szőr, és igyekeztek elbújni, az emberek is elindultak az óvóhelyek felé. Hoppá, hoppá. Akkor még komolyan vették ezt, és tudták, és tapasztalták, hogy az állatok többet érzékelnek, mint az öt érzékszervvel érzékelhető dolgok. Esetleg érzékelik a jövőt. Tehát azon a dolgon, amin most sokan mosolyognak, hogy ja, igen, a kutya, meg a macska, meg a mit tudom én, meg a patkányok, meg a kacsa, meg izé, ja, persze, furcsán viselkedik, meg jelzi a gazdája a jöttét, meg a mit tud, persze, jól van, izé, belemagyaráznak mindent. Tehát ezen, amin most mosolyognak, akkor, amikor a te testi épséged, meg a gyermeket testi épsége, a szülei testi épsége, múlt rajta, akkor kurva komolyan vetted. Meg mindenki más. Érdekes módon. Most megnevetnek rajta. Ez, ha hiszed, hanem egy szándékos és tudatos módszernek a következménye. Ez 1938 vagy 48, nem tudom már pontosan, ban kezdődött az USA-ban, Oroszországban pedig 1952-ben, hogy tudatosan és szándékosan megpróbáltak mindenféle ilyen dolgot elnevetségesíteni. Tehát létrehoztak azóta egy olyan földi emberiséget, aminek fogalma sincs a legtöbb dologról. És teljesen materialista, tehát. És hát úgy nem is lehet megérteni a világot egyébként, meg a saját magunkat sem, hogyha valaki materialista, mert az egyszerűen egy vallás a materializmus. Tehát az eszméletlen sok tudományos eredmény cáfolja a materializmust. Tehát nem csak azt cáfolja, hogy csak az anyag létezne, hanem azt is cáfolja, hogy az anyagból indulnának ki dolgok. Például a lelki, a lélek, ugye az anyagnak, az agyadnak a terméke lenne, ahogy azt a pszichológia ma is tartja,
Eszméletlen sok tudományos eredmény mutat arra, hogy ez pont fordítva van, hogy a lélek irányítja a testet, a lélek hat az agyra, és nem fordítva. Illetve fordítva csak nagyon kis mértékben. Tehát az, hogy épp testben, épp lélek, az annak inkább a fordítottja igaz. Tehát az épp lélek eredményez épp testet, vagy egészséges testet. És a test az csak nagyon kicsi mértékben hat visszafele a lélekre. A háború után a németországi Freiburgban egy kacsa emlékművet kapott a bombázások előtti 15 percenként megismételt figyelmeztető jelzéseiért. Na ezen is biztos sokan mosolyognak, hogy ja igen, kacsa emlékművet kapott, ha-ha-ha. De amikor mondjuk te feküdnél több tonnás betontömbök alatt, és nem tudsz levegőt venni, vagy a gyermeket fekszik ott, akkor már nagyon nem nevetnél azon, hogy egy kacsa, amelyik ezt előre jelzi, mert ő érzékel valamit, amit te nem, és ha hallgattál volna rá, akkor most nem ott feküdne a gyermeked. Elnézést, hogy ilyen durva dolgokat mondok, de ez a durva igazság, és ilyen nagy dolgok is függnek tőle. Hogy mi nevetünk, mit nevetünk ki, mi mosolygunk, mivel nem foglalkozunk. Azzal viszont foglalkozunk, hogy az adott szappanoperában, az XY-nő, ugye magyar sorozatban a Pistike meg a Julcsika most összevesztek, és ugye most nem járnak, és erről beszélnek emberek. Meg a foci eredményekről, meg mit tudom én mi. Amikor ilyen hatalmas dolgok vannak, amiről meg nem beszélnek, nem is tudnak. Az is ismert jelenség, hogy nem csak a földrengések előtti napokban menekültek el, hanem a lerombolásra ítélt házakat a robbanó szerkezet aktiválása előtt néhány órával elhagyják az egerek, a patkányok és a csótányok. Tar Bence László, kulturális antropológus szerint a kutyák hihetetlen paranormális képességekkel rendelkeznek, az előérzetük rendkívül erős, pontosan tudják, hogy mi fog történni később. Például megtörtént, hogy egy kutya az éjszaka közepén felébresztette gazdáit, kirángatta őket az ágyból, és a következő pillanatban leszakadt az ágy fölött lógó súlyos csillár. Számos olyan történet is bejárta már a világot, amelyben a házi kedvenc hatalmas távolságból is képes volt hazatalálni. Közülük is hihetetlennek tűnő, de valóságos Bobby-nak a története, akinek gazdái oregoni otthonuktól 2000 kilométerre nyitottak vendéglőt, tehát oda költöztek. A kutya egy ideig nyugtalanul kereste a helyét azoknál, akikre rábízták, majd útra kerett. Spirális vonalban haladva 1600 kilométert tett meg, végül nyílegyenes irányt vett, és fél év alatt rátalált eredeti gazdáira. Átkelt a sziklás hegységen, befagyott folyókon és tavakon, míg megérkezett az étteremhez, tulajdonosai legnagyobb megdöbbenésére. Később az állat útvonalát sikerült teljesen rekonstruálni, mert megtalálták azokat az embereket, akik egy-egy éjszakára fedelet adtak a négylábúnak.
kiderült, hogy a kerülőket is beleszámítva az ebb majdnem 5000 kilométert kutyagolt. Egy egészen egyszerű kísérlet során együtt nevelt kutyákat elkülönítettek, majd mindegyiknek figyelték a viselkedését. Ha az egyikükhöz fenyegetően közelítettek, a másiknál is ennek megfelelő fiziológiai változásokat észleltek. Ez a cikk, amiből felolvastam részleteket, a Kisalföld napilap 2011. szeptember 23-i számának a Tudomány című részében van. Én magam nem olvasok újságot, nem nézek tévét, és a rádióban is csak zenét hallgatok időnként. Amint elkezdenek benne beszélni, akkor eltekerem. Ezt a cikket úgy adta nekem valaki, hogy olvassam el mindenképpen.